én meg a nyakadra fogok futálni rájuk. Féltékeny vagy, csaj. Igaz az vagy? Kire cérna testet fogok én féltékeny lenni? Mégis jó a cérna testűnek a dolga. Rák megeszi a gyomrodat. Rák megeszi a gyomrodat. Hogy rák a gyomrodat egyek ki, miről beszéltem, azt mondta, hogy jön a Marika. Marika nem jön. Mi megyünk ketten a gépen, majd ő a reptéren fog várni. Ott ki is. Igen, fog gyűnni. Nem jön ide, el vagy tévedve cigány. Nem. De, mi kell? Ide fog gyűnni, érted? Mi fogunk felszállni a repülőre. Nem. Na jó. Laci, kocsán. Nézd csak idén. Oda nézd, mi is így fogunk felszállni egy óra múlva. Kinyomtad te szarházi, te félek, te utolsó, senki házik! Ne! Te félek! Te utolsó félek! Ne, Irén, ne, milyen rokonaid vannak, tessék, ne! A rohadt bűnnehez szuktad, te félek, te utolsó, te, senki házik! Te bízt annyira benne, rokon, nagynéni, keresztanya, geci, ne! Keresztanya, geci! Itt van el keresztanya, geci! Nekem mondott, te rohadt félek, szarházi! Tudod mit, Irén? Nem megyünk takodj haza! Takodj az életemből! Nem megyünk haza! De akkor hova menjünk? Mennyi pénz van nálad? Mutasd! Te lapát felül, hova menjünk? Ne cigány! Milyen reaktek hoztad az ollót? Lapát fül? Kérdez, hogy hova menjünk? Ne, tedd el az ollót! Még el is jaj, Irén! Hát dobd el! He! A szúró eszköz nem engedne fel vele a repülőre. Jó, akkor még elteszem el édesanyámnak a dolgát. Szóval teszel a peckőt. Majd a pucsámba belerakom. Nézzük, mennyi pénzünk van. Igen, lapát fül. Na nézzük akkor. Irén, jó van, nem megyünk haza. Ennyiből már elég? Elég, hát.